rosszabb, mint a kutyánál a feszettség. Előbb-utóbb azt mondom, hogy ég veled, a továbbra is szívod az én véremet. Az ország egyik legnézettebb és legkedveltebb rap előadója a Trend Talk következő vendége, Góri. Köszöntelek a Trend Talk. Ilyen sikert képzeltél amúgy magadnak? Egy kicsit tényleg vissza, hogy 15 évvel ezelőtt kezdted el a rappelést. Ilyen sikert képzeltél, mint ami most körülvesz, hogy még ennél lehetne jobb is? Hát nézd, ha úgy veszük, akkor ilyen sikert képzeltem el magamnak. Ha azt az oldalát nézzük a dolognak, hogy van egy gyönyörű feleségem, egy kisfiam. Szerintem ezzel egy hatalmas sikert értem el. Mindig van, aki vár otthon szeretettel. És a karrierben esetleg? Karrierben, hát megmondom őszintén, egy picivel nagyobbat, igen. De mivel hogy én kint laktam külföldön 14 évet, így kevésbé voltam aktív. Uh-huh. Most az elmúlt egy évben aktivizálódtam. És külföldön gondolom, nem lehetett volna ezt a karriert amúgy befutni? Ha már tudsz angolul, ott nincsen ilyen producert felkeresés. Túlságosan el voltam foglalva a munkába. Uh-huh. Meg te nem is nagyon szeretsz így csapatban dolgozni, inkább az a magad útját járó. Nem szeretem, hogy ha így megmondják, hogy mit, hogy csinálják a zenébe. Ugye Miskolcon születtem, uh-huh. Ott a orvosok ismerték édesapámat, és zenész. Akkor már odajött az orvos, azt mondta, na, megszületik a kis zongorista. Úgyhogy amikor hazamentem onnantól kezdve, mindig a zene az, ami kísért életem végéig. Gyereked, kisfiadat ezzel a pályán akarod amúgy elképzelni? Vagy nem. Bátorítani fogod őt? Mennyi idős most? 2 éves. Hát akkor még rájön. De elmondom, hogyha nézd a live-okat, ő beatboxol. Azt mondod neki, hogy beatboxol, ő beatboxol. Az igen. Van egy kedvenc dala, arra elkezd, felrakja a kezét és csinálja, mozog. Ja, de igazából nem fogom tolni, mennyit hogy ezt csinál. Mennyit most ebből, hogy az apukája ilyen ismert? Hát szerintem egyszer fölvittem a színpadról, vissza akart jönni, nem akart lemenni, úgyhogy élvezni. Nem fogja fel a dolgokat, de minden esetre én nem fogom tolni, hogy ezt csinálja, hogyha, mit tudom én, hogyha kubikus akar lenni, vagy festőművész, vagy bármi, akkor legyen akkor az, ami szeretne. Persze. Hát így kell ezt. Egy nap alatt megjelent 3 videóklipped is, és még kitűjj, hogy mennyi van, még arról is beszélünk, de beszélünk arról, hogy miért kell ezen egy tempó, hogy kell az, hogy hetente egy kijön új klip, vagy... Hát nem hetente. Hát volt a féltékenység, van még egyszer, és van a Hektorral közös. Ez már egy hónap alatt. Hát igaz, a Hektor az ilyen közös dalok, ha felkeresnek, akkor ilyen feedtelek, mondjuk Hektort, azt ismertem, meg belementem ebbe a feedbe. Az ilyen kiegészítő. Mm-hmm. Ugye az nekem is jó, mert az üresedéseket betölti. Már úgy mondta, hogy például kijön az én klippem, és akkor mondja, hogy Hektor fitejük, jó, akkor az egy hónap várakozás, van ott valami, ami kapcsolódik a nevemhez, a dalhoz. Igazából nem hetente dobom ki a klippeket, havonta próbálom, vagy másfél havonta. Most azt a lemaradást, ugye, amit mondtam, hogy külföldön voltam, azt próbálom behozni. Mennyi ideig voltál itt? 14 év. 14 évet. Azt hogy lehet behozni? Hát, amint látod, be lehet. Nem tekidomni. Albumot is így akarsz majd, vagy azt nem tudom? Az album dolog, ez függőben van per pillanat, nem hiszem. Mennyibe hiszel, hogy kézzel nem fogható? Nem. Inkább te is a digitális, még mivel beszéltünk a múlt héten, és akkor ő is emlék. Én nem azt mondom, például most eljöttem volna hozzád, akkor szerintem jó dolog az, hogy átadom neked, mint egy ajándékot, tessék, Ádám, hallgass meg, biztos te is örülnél neki, vagy nem örülnél? Örülnék. Használtam mást is. És akkor, szóval ilyen dolgokban, hogy az ember tud villani egy lemezzel a kezében, az jó dolog. Persze. De például hát ebből meggazdagodni biztos, hogy nem fog lemezből. Nem lehet? Szerintem nem. Van, aki ügyes és megcsinál. Inkább ez a lemez dolog, ezt szerintem átváltották a clothingra, ahogy ezek az emberek nevezik, akik ezzel foglalkoznak, tehát a saját ruha márkájukat adják el. Szerintem ez leváltotta a lemezt. Egyszer nézz vissza még rám, érted, bármit megtennék, de vagy a kisért tűzbe mennék, a szerelmem még mindig ugyanúgy ég. Csak egyszer nézz vissza még rám, érted, bármit megtennék, de vagy a kisért tűzbe mennék, a szerelmem még mindig ugyanúgy ég. Megjelent nemrég az Még egyszer cím a legfrissebb dalod, klipped. Kannások vannak benne, meg címbalmosok, azt mondod. Aha, és hogy mire szól a dal, meg a klip? Igazából ez egy szerelmes dal, nem egy nyálcsorgatós szerelmes dal, igazából nem érzem annak ezt.
Hát akadt egy kis gubanc ezzel. Egy kicsit furának tartottam azt, hogy az előző klipeim egy nap alatt ilyen 80 000-100 000-es nézettséget értek el. Ugye, ahogy említettem, hogy kezdtem felerősödni, meg kezdek is felerősödni, ez pedig leragadt egyszerűen. De miért? Most mondjuk meg őszintén... Annyira nem voltak nevőek, így jelzett. Nem hiszem, hogy ez a probléma. Mondjuk meg őszintén, hogy minden előadó reklámoz. Uh-huh. Valaki így, valaki úgy, de többnyire szerintem a 90%-a nagyobb előadók közt reklámoz a Facebookon, fizet egy bizonyos kis összeget, vagy amennyit tud finanszírozni, annyit tesz rá. És ezt én is megtettem, ugye nem sokkal, XX összeggel, nagyon kevéssel. És ott mutatja alul, hogy mennyi embert ért el. Uh-huh. És közel 200 000 embert ért el, 1000 megosztással. A Kurumárió barátom, ő mindig megosztja nekem a klippeimet. Uh-huh. Nála biztos, hogy az a 20-30 000 az fix, amivel jött. És ez egyszerűen elakadt. És felhívtam a YouTube céget, akinél le vagyok szerződve, hogy ez hogy működik, vagy miért. És mondta, hogy ilyen globális, mit tudom én, micsoda van, globális felmelegedés. Nem lehet, hogy a dal, ami nem tetszik most az embereknek maga. Igen, az is benne van a pakliba, de azért ennyire nem hiszem. Mert te is inkább a Plastic Gangster, meg ez a gangster stílusból hirtelen átváltott, ilyen populárisból. De mint látjuk, meg tudják azok az emberek, akik hallgatnak, ez működött. Tehát a féltékenység az ott van, hogy 600 000, a mindkettő 700 akárhány ezer rövid idő alatt. Uh-huh. Ezek a dolgok működnek, szóval elkezdett működni egy dolog, és azt fogtam, ráálltam és vittem tovább. Ugye nem benne vagy a pakliba, hogy az emberek nem szeretik, vagy nem tetszik, de ez durva. De nem lehet, hogy azért, esés. Amit mondtam is, hogy nagyon sűrűn dobott ki a klipeket. Szerintem nem. Míg azt megnézik, akkor azt még annyira nem. Lehet, hogy két napon már rá fognak attalni, és akkor meg hirtelen nagyon megnézik. Ha észreveszed, minden előadó dobálja a klipeket. Uh-huh. Például én ugye a Márióval nőttem fel. Én úgymond róla vettem példát arról, hogy milyen lépéseket tett meg, hogy ő elérte ezt a hatalmas dolgot, amit elért, az egyik legnézettebb az országban, az egyik legkeresettebb előadó, és minden egyes hónapban dobálta a klippet, és azt mondta, de így kell csinálni, aktívnak kell lenni, csinálni kell, hozni kell ki a cuccokat. Megfogadtam, hogy oké, akkor ezt így fogom csinálni. Igaz, hogy nehéz család mellett, meg gyerek mellett ezt csinálni. Uh-huh. Igaz, hogy nem annyira valamelyik klippem és dalom egy kicsivel lentebb van, mint a megszokott, de próbáljuk azt a szintet hozni. Most például az új klip, uh-huh. szerintem profilát a Matuz Ádám segítségevel, ő az, aki forgat nekem Matuz Ádám. Ez a még egyszer, vagy ez még egy ez a még egyszer. Ez a még, de mindenki klipemet ő forgatja nekem. A Bronxi pedig a beatmakerem. Ő is egy nagyon ügyes gyerek, együtt mellettem így fejlődik a Bronxi felfelé. Akkor mégis csak szeretsz amúgy csapatban dolgozni, csak nem így... Attól függ, hogy milyen csapat. Milyen csapat. A mai világban csapatot találni, az, hogy nem az van az első, nem az elsőleges szempont az, hogy mennyi pénz jön ebből be, uh-huh. hanem az, hogy mikor megszól a beat, akkor bólongat a fejed, és akkor átöleljük egymást, és súlyunk, gordítunk a stúdióba, hogy ez az, de nagy, ez az, ahol mikor látják és mondják azt, hogy van az a dokumentumfilm, akkor így éltünk. Ezek a zenei, utca zenei törvények alapján. Tehát most vannak brigádok, akik szétválnak évek után. Tehát éveket dolgoztak együtt, és ez miatt megbolondul mindenki. Aztán valamilyen volt a közös munka? Ott is volt ilyen botrány, hogy... Hát, igazából ez egy rap a rapper ellen volt. Rapper a rapper ellen. Semmi... Sokan volt egy pár, de nevezném meg, hogy kik, ha csak te nem, hogy ellenet fordultak így, amiért így összeálltál egy kis. Igen, aki ellenem fordul, soha nem is volt velem. Uh-huh. Tehát nincs miért ellenem fordulni, senkinek nincs miért ellenem fordulni. Én úgy érzem. Egyáltalán nem. Figyelj, én kellemesen csalódtam, olyan emberek, elmondtam ezt egy másik interjúban, és olyan emberek nem jöttek el hozzám meglátogatni, amikor hazajöttem, akikkel felnőttem, együtt voltunk évekig. És ő meg jött, beszélgettünk, el voltunk. Haigáltunk, kimentünk a kacsákhoz, nem lehet azt, hogy nem. Bulizik az egész város, uh-huh. ugye ez viszi az egész refrént. Bulizik a város, az a dal címe. És próbáljuk azt elmondani, hogy mindenki jól érzi magát a klipben, uh-huh. mindenki bulizik, van egy-két vicces jelenet benne, szerintem ütő. Szerintem ez a dal az, ahol az emberek, most láttam, hogy írták meg itt a negatív kommenteket, fészemmel megosztottam, uh-huh. hogy Jolival jön a közös dal, és azt gondolják, hogy Joli nem képes semmire, csak a tik-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 
egy reggaeton stílus lesz, egy nagyon populáris dal, egy olyan
hogy olyan oldalát fogja megmutatni a Jolliernek, hogy esküszöm, hogy én is csak pislogtam, szóval biztos, hogy más is pislogni fog, hogy ez mi. Jövőbeli tervek így még esetleg az évre? Igen, jön egy fiatal veterán, Igni Góri, közös dal. Ez fog forogni hamarosan, még... Ez még idén kijön. Ez még idén kijön. Szerintem a Jolis után fog ezt kijönni, most csináljuk az alapot hozzá. Szerintem még csapódik még egy úriember hozzánk, akit nem már ültök el, ki, mert még nem fix, hogyha ráír, akkor belejön, ha nem, akkor marad. Aztán van egy dal, amit nagyon várnak az emberek, adnak az a cím, hogy nem. És akkor ezzel zárom az évet, jövőre pedig gőzerővel. Ugyanúgy. Csak két hónap van mégis. Csak két hónap van, úgyhogy 8 klipet kell kirakni. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljött, és sok sikert. Én is köszönöm szépen. És a